Az animációban engem mindig is az izgatott a legjobban, hogy nagyon nagy szabadságot ad. Az Ördög utca 66. Tehát az a film, ami hol, hát a rendszerváltás után készült rögtön. Ez a nagy szabadsági, amiről így beszélek mindig, Anna, az ott abszolút megvolt. Hogyha nem néztem meg, hogy milyen a forgatókönyv, vagy mit tudom, hogy olyan időszak volt, egy ilyen nagyon-nagyon érdekes időszak volt. A stúdió életében is egy nagyon erős, nagyon összetartó hangulat volt. Tehát, hogy az is úgy benne van a filmben, szerintem mindenki ott volt segíteni, aki ért és mozgott. Ez az igazi sztár a filmből. Oda-oda fölkerült, azért leveszem innen, jó? Ide fölkerült, de ez szerepelt a filmben. Ez a kis figura. És ez úgy ez a kis nap gyerek. Volt egy előkészítési munka, ami hosszú volt nyilván, mert például nem lehetett pöttyös labdát kapni. Úgyhogy abban az időben nem volt pöttyös labda. Úgyhogy én vettem többféle méretű labdát, amit itt befestettünk, megpöttyöztük. Hát emlékszem, amikor a következő évben Zágrába ment egy fesztiválon ez a film, akkor ugye volt komputer, volt már, még nálunk nem, és azt hitték, hogy valami számítógépes, hogy van ez, milyen számítógépes programma. Ez 35-ös film, és ezt nem tudom hányszoros expozícióval, meg falra vetített árnyékok plusz bele kockázva, belerajzolva, újra fölvéve. Tehát ilyen nagyon sok olyan technikai érdekesség van benne, amire azt gondolták, hogy ezt csak számítógép tudja megcsinálni. A Magyar Népmese meg a Kecskeméti stúdió az ugye összefonódik, hiszen azt mondhatom, hogy ez ilyen filmtörténeti érdekesség, hogy 42 évig vagy 41 évig készül egy sorozat, ilyen szerintem a világon nincsen. 18-20 évesen összejöttünk és elkezdtük a Magyar Népmeséket. És hát egyszerűen annyira hozzátartozott a stúdió életéhez, hogy tényleg 2 évvel ezelőtt fejeztük be a 100. epizódot. Nagyon-nagyon meghatározó volt tényleg, hogy a népművészethez ilyen közel kerülni. Olyan szép barátságok is szövődtek a hosszú munkafolyamat alatt, ugye a Kaláka együttessel. Ugye Szabó Gyula bácsi hangja, ő volt a mesélő hang mindenki számára. A szegény asszony és a szegény ember még ma is költik a pénzt, ha elment fogyott. Úgyhogy nagyon nagy szerencsémnek tartom, igen, hogy ebbe így rögtön az elejétől belekerültem, és hogy végig benne voltam ebbe a sorozatba, és nagyon sok filmet rendeztem, majdnem a felét. Ezek itt mind a népmesékből valók. Ugye ez egy tündér, ugye ez is egy érdekes feladat, hogy a gyerekeknek hogy mutassam meg egy mesztelen figurát, egy kis tetkóval. A stúdió életéhez hozzátartozik az is, amit szerintem úgy nem nagyon csinált más stúdió, csak mi, hogy fogadjuk a gyerekcsoportokat egész évben. Megismernek egy olyan műhelyt, ahol az ő meséik, amiket ők ismernek, hogy honnan kerültek ki, kicsit belepillanthatnak abba is, hogy kik csinálták, hogyan csinálják ezeket. A rengetegen jönnek minden évben. Zöld tündér. Most a 3D-s kis műhelybe töltöm a legtöbb időt, mert hogy ott készül ugye a négyszögletű kerekerdőnek az egyik epizódja, meg a cigánymeséknek a harmadik epizódja, úgyhogy évvégéig vagy januárig ezek befejeződnek. A négyszögletű kerekerdő volt az első ilyen 3D-s kísérlet, ami egy kicsit bábszínházas hangulatú, mert hogy elég
sok bábszínházas munkám is van, és ezek nyilván összekapcsolódnak a filmes meg a bábos munkák. Úgyhogy az volt az első, ahol nagyon megszerettem a technikának a lehetőségeit, úgyhogy most már nem idegenkedek tőle egyáltalán. Tóth Pocs Roland, akivel együtt dolgozunk, és hát ő az, aki bevezetett engem, úgymond a 3D világába. Hát egyszerűen úgy voltam vele, hogyha ennyi mindent kínál, hát akkor bolond lennék nem kihasználni. És akkor így próbálom a 2D-s tapasztalatokat, akkor a bábszínházas tapasztalatokat, meg a 3D adta lehetőségeket így összegyúrni, és ez megint egy ilyen érdekes szabad játék. Élt egyszer valamikor régen, amikor még csak a cigányok tudtak sírni, egy tündökletes szép asszony, akinek 13 gyereke volt. Úgy hívták, Vunida.